Röpködnek a poénok a Jászai Színház legújabb bohózatában. Még be sem fejezték a nézők a nevetést, már is kezdhetik előről. És így megy az egész este, három felvonáson át. Az alaptörténet mindössze annyi, hogy Lucien azt mondja hódolóinak, hogy csak akkor csalja meg férjét Crepant, ha ő előtte megteszi vele ugyanezt. Hogyhogy nem hamar kiderül, hogy egy alkalommal a férje ezt már megtette. A darab ezután hoz percről percre újabb fordulatokat. Maga a téma az inflagranti, és a hűtlenség az szerintem nem annyira vidám téma, de nagyon jól megoldott poénok, és nagyon-nagyon mókás az egész. A mellettem ülő hölgyet szeretném idézni, mielőtt kijöttünk szünetre, annyit mondott, hogy el kell menni a mosdóba sminket igazítani, mert lenevette a szemfestékét. Ha kívánt egy hölgyet, akkor... A siker titka talán az, hogy minden karaktert olyan egyedivé formált az író, a rendező és persze maga a szereplő, hogy már várja a néző, milyen mulatság is lesz ebből, amikor megjelenik valaki újra és újra a színen. Ezt a darabot én nem ismertem. Itt gyakorlatilag minden pillanat egy hihetetlen új és fordulatos meglepetés. A helyzet komikumok mellett Hanvai Kornél fordítása olyan plusz ötleteket vitt a darabba, amit talán még az eredeti francia nyelv is nélkülözött. Csarcsókolsz és körmölsz! Mit körmölök? Ja, karmolok! Te vagy, hogy egy embernek körme van. Körme? De karmol! Ez a nyelv szépsége. Tessék meg tanulni! Nem körmébe kerül, hanem karmába kerül is. De nem karmára néz, hanem körmére néz. És nem körmezsit, hanem karmazsit. És nem karmanet, hanem körmenet! Rendkívül szórakoztató. Éppen arra gondoltam, hogy ebben a szürke napokban, amelyeket most januárban érünk, tényleg fényt visz és mosolygást az emberek arcára. A lass be a játékot viszont szerintem fantasztikus. Hogy Crepantnek végül sikerül-e kikecmeregni a csávából, azt nem árulhatjuk el. Azt viszont igen, hogy március 15-ig további 7 alkalommal viszik szíra a művészek az előadást a Tatabányai Jászai Mari Színház és Népházban. Így aki ezek egyikén ott lesz a nézőtéren, annak biztos, hogy remek estéje lesz majd.